Molti scelgono su una idea in sud, termino la pierotti in cui verità andiamo io un piede l'andata di coscienza giustizia la verità gruvia aletea e salve la ricfaglia. Ma c'è un non fuggiato da così gosciato, menilec. O vedmo i gosciano che neve su filosofi e interna per capire di passa l'anno che esce sciorno. A salete e a rischio che sarà dal nasce e il talento nasce un otto cosa è la nasce se ti dici no. A lete o felete se fosse. A salete e a perigo non felete se. Vagy emlékezéssel, de inkább a nem felejtés. Tehát ami felejtésben marad, az nem lehet igaz. Az én az igazság jegyében, aki emlékezik, és mire? Önmaga centrális voltára, arra az eredetre és kezdetre és kezdettelenre, ebből kibontakozik, önmaga, mint önmaga. A szatja pedig a lényeggel függ össze. A szat a tiszta lénynek, és ugyanak a tiszta lényegnek a kifejezője. A szatva az tulajdonképpen lényegiség. A szatja pedig az, ami a lényegessel, vagy a lényeg, ami mindig összefügg. Tehát ami nem lényeges, az nem igaz. Az in Sanskrit, indus szemléletben. Ami nem lényeges, az nem igaz. Vagyis önmaga járulékai korán sincsenek annyira, és de a és nem gyökereznek el mértékben a valóságban és igazságban, nyilvánvaló, mint saját lényege. Tehát ami a felület, ami járulék, az a teljes és abszolút igazság vonatkozásában nem igazság. Ez tulajdonképpen ennek a tanításnak a legcentrálisabb része, tehát a szatja joga, az első joga, a szatja joga azt jelenti, hogy a lényegtől áthatott korszak. A lényegre irányuló tudástól áthatott korszak. A lényeg megragadás által meghatározott korszak. Akkor a lényeg szinte közvetlenül behatol az akcidensek a járulékok körébe. De ez az aléthelye értelmével is összefügg, ami a nem felejtés. Minek a nem felejtése? Hát tulajdonképpen semminek, de ami igazán döntő itt, az saját mi voltommal kapcsolatos. A világ és az ember olyan állapotban van, hogy elfelejtette önmaga igazi mi voltát. Elméletileg tudhatja, megmagyaráznak neki, és nem ostoba, de ez még mindig nem annak az igazi megragadása. Nagyon fontos egyébként, hogy valaki miről informálódik,
de az informálódás csak előkészítés. Tehát, hogyha megmagyarázzák neki, hogy abszolút eredete van, ez nagyon fontos. De ettől még az abszolút eredet tudata benne, nem úgy közvetlenül, de még közvetlenül sem ébred fel. Csak tud valamiről. Tud valamiről, ami egy nagyszerű előkészítés arra, hogy igazán megtudja. Nagyon kevesen tudják meg azok közül is, akik mondjuk úgy, hogy jól vannak informálva. Legtöbb ember persze itt nincs jól informálva, és semmit nem tud. De ezekről azért ne beszéljünk olyan sokat, mert tehát van, aki informálódik, és az informálódás fontos, de az informálódás elégtelen. Mert valaki mesélte nekem, hogy ő tisztában van a reinkarnáció törvényével. Aztán ezt úgy finoman rávilágít, hogy tulajdonképpen mivel van tisztában. Azzal van tisztában, amit valahol leírtak. Tehát ő szavakat tud. Nem lényeget ismer, hanem szavakat tud. Utána, előtt, akkor, közben. Ez is nem tudás. Ez még csak a felületi tudások vonatkozásában sem. Szóval például egyik okkultisztikus irányzat jól kineveti a másikat, mert az úgy fogja. És aki az egyik irányzat, az nem tud semmit erről. Tulajdonképpen nem tud semmit. És tegyük hozzá, ha tudna, annak sem lenne nagyon nagy jelentősége. Szóval azok a tanítások, amelyek bármikor kicserélhetők egy másikra, azok lehetnek érdekesek, meg fontosak, de igazán a lényeghez nagyon kevésbőlük van. Vannak olyan tanítások, amelyek nem cserélhetők fel. Például a szolipszisztikus szemlélet tanítása nem cserélhető fel egy másikkal. Ezt el lehet vetni, el lehet utasítani, de azt mondani, hogy kicserélni. Valamire ezt nem lehet megcsinálni. Hát mondjuk értelmes embereket megkalkulálva, ezt nem lehet megcsinálni. Amire majdnem, minél felcserélhetők a dolgok, könnyűszerrel, minél könnyebben, annál kevésbé. Lényeges, de végül is a feltétlen mert kívül minden felcserélhető. Azok a dolgok, amelyek teljesen centráltak azok. Például a halandóság, halhatatlanság az nem egy teljesen felcserélhető valami. Hogy én semmivé fogok válni halálom után, vagy valamilyen értelemben megmaradok, ez nem olyan, ez is lehet, az is lehet. Van olyan ember, akinél ez is lehet, az is lehet, de az idióta, szóval. Aki nem gyenge elmélyű, annak számára ez nem lehet mindegy. Aki számára mindegy, az tulajdonképpen nem érti a problémát. Azért mondom, hogy gyenge. Az nem érti egyáltalán, miről van szó.
mert ezt például egy olyan kérdés, ami súlyát tekintve minden más kérdést előz. Mert az abszolút halhatatlanság az abszolút felébredettségben valósul meg. Tehát magában az abszolúcióban valósul meg. És azzal szorosan összefügg. Ennél nincs fontosabb, érdekesebb, lényegesebb kérdés. Ez minden mást előz. Akinél nem előzi, az nem egy olyan ember, hogy őt nem előzi. Minden ember különbözik, az egyik ilyen, más nem. Az tulajdonképpen egy egészen alapvető elhűltségben van. Az elhűltség sokféle. Van, aki elfelejt, hogy hogy hívják, meg elfelejt cipőt venni, meg eltéved az utcán. Ez se jó. De van, aki tulajdonképpen mindenütt nagyszerűen viselkedik. Csak a lényeget illetően teljesen hülye. És az elsöprően fontosabb, és katasztrofálisabb, és tragikusabb minden más elhűltségnél. Vannak ilyen univerzálisan hülyék. Mindenre. De érdekesebb az, aki semmire sem, csak a lényeg. Vannak olyan embernek alig nevezhető lények, ezeket nagyon titkosítva tárolják ezeket a lényeket. Egyszer láttam ebből egy rövid filmbejátszást. A személy körülbelül 40 éves kora. Úgy fekszik, mint egy pólyás. De nincs a pólyások bája rajta, hanem egy borzalmas eltorzultság. A szájába juttatott, tehát nem nyeli le például. Állandóan a csövekkel vezetik bele a tápcsatlom mélyebb rétegeibe. Semmire nem reagál. Él, de semmire. Na jó, hát van ilyen. És van olyan, aki mindenben nagyszerűen működik, de a lényeglátás, illető lényeglátás vonatkozásában nem múlja felül ezt a lényt. Nem múlja felül ugyanolyan. És ilyen van. Tehát az igazság jegyében élni, az nem pusztán az, hogy valaki kimondja, vagy letagadja, hogy a hatos villamos a körúton jár. Nem ez az igazság jegyében való élet. Az összes igazság abból az igazságból következik, hogy én milyen mértékben vagyok tudatában önön létemnek, örömi voltunknak. Ugye a Ramana Maharshi alapkérdés, hogy ki vagyok én. Ez nem olyan kérdés, hogy akkor megmondom. Vagy megmondja nekem valaki, erre tulajdonképpen nincs válasz. Ez nem a megválaszolhatóság értelmében kérdés, hanem azért van feltéve,
hogy elmerüljek önön végtelenségemben. Intenzív végtelenségemben. Azért van feltéve a kérdés. Nem, erre nincs válasz. És nem is kell, hogy legyen. Ez nem azért feltett kérdés. És itt lehet el lehet érni azt, hogy valaki tudja már, de még de bármilyen mélyen tudja, ez még mindig nem szokott a végső lenni. És lehet ennél is jobban és mélyebben tudni, és még mindig nem az, és még mindig nem az, és még mindig nem az. Otto Weininger is utal arra, hogy lehet úgy is hazudni, hogy valaki objektíve igazat mond. Ha benne az igazság átélés nem él, igazán nem működik igazán, akkor hiába mond objektíve igaz dolgokat, az nem lehet igaz. Ez néha nagyon tapasztalható. Meggyőződés nélküli tanítóknál. Hogy mond valamit, és rosszabb, mint el se hangzott volna. Ezt én leginkább protestáns lelkészeknél tapasztaltam életemben, hogy valaki beszél, gördülékenyen beszél. Egyfelől nem mond semmit. Nem is lehet megjegyezni, mert annyira tartalmatlan. De érezni lehet, amikor beszél, hogy a semminél ez rosszabb. Szóval kimondott negatív hatáson. Meg egy szentbeszédnek, katolikusoknál, vagy egy prédikációnak, protestánsoknál, hát annak azért valami, jó lenne, valami köze lenne valamihez. Ilyet is hallottam egyébként, aminek köve van valamihez, köve háromszor életemben. Köve háromszor. Ezek közül az egyik teljesen emocionális volt. A másik kettő pedig intellektuális. Ez sem volt ezek szerint a teljesen a helyén, egyik esetben sem. De legalább, hogy mondott valamit. Legalább, hogy mondott valamit. És egyre inkább és sűrűbben lehet hallani, amikor a rádió, vagy a pap vagy a lelkész egyszerűen hülyeségeket fecseg össze. Szóval ilyen is van. Hát ennek nyilvánvalóan semmi köze az igazság. Nem úgy, hogy mint az én vagyok az út, az igazság és az élet.
Mert ha ezt a három fogalmat eredeti mélységében ragadja meg valaki, akkor ez nagyon is jelent. Hogy valaki eljusson oda, hogy ezt el tudja mondani egyes szám első szemébe. Az igen sokat itt. Érhetetlenül sokat. De ilyen igénnyel nem lépünk fel, akkor is valahogy azért ugye ezt közelíteni kellene. Nem közel. A Veritas jegyében, az Aletheia jegyében, a Szatya jegyében végigvitt élet az Aztalát élet. De legalábbis egy törekvésnek kellene élni arra vonatkozóan, hogy ezt megpróbálja így élni. Nem azt mondja, hogy megpróbálja, hanem megpróbálja. Ténylegesen megpróbálja. Ebben nincs semmi áltatos vonatkozás. Olyan járulékos követelményei vannak, hogy valaki az életét lehetőleg úgy szervezze, ne a lehúzó erőknek is sok teret, hanem a felemelő erőknek. Persze mindig ahhoz beszélünk, ahhoz beszélek, akiben ez irányban valamilyen intuíció, vagy törekvés, vagy felismerés él. Akiben semmi ilyesmi nem él, ahhoz egy szót nem szólok. Egy szót nem szólok. Csak ahhoz szólok, és ahhoz érdemes szólni a bárkinek, akiben valami elirányú hajlandóság működik. A szavak egyebek között azért kevesek, mert amikor valaki ezeket, mint igazságokat, mint követelményeket először elmondja, akkor még ez számára valamilyen realitás. Már nagyon sokszor elmondja, és nem csinál semmit, és észreveszi önmagára, hogy nem csinál semmit, mert ezt észre lehet venni, akkor kezdenek ezek a szavak igazán értéktelenek és negatív értékűvé válni. Először nem. Először az ember örül, hogy felismert valamit, és azt mondja. De ez akárhányadik alkalommal már ez nincs így. Akkor először mondja, és utána tovább is lépne. Akár egy apróság vonatkozásában. Hogy ne ragadjanak el az indulatok például. Egy ilyen apróság. És ebben el kicsit úgy elmélyedés, és akkor rájön, hogy ez nem is olyan apróság. Ehhez erők kellenek. És ha itt eredményt ér el, akkor erőket halmoz fel, pozitív irányba ható erőket.
a próbára teszi önmagát. Kérdezzék már tőlem, mit tegyen az, akit semmi sem érdekel. Hát az ne tegyen semmi. Szóval ez az egyetlen adekvát tanács. Az ne tegyen semmi. Mert akkor sem tenne semmit, ha tenne valamit. Szóval. És az még kellemetlen is. Ne tegyen semmit. Szóval. Nincs semmi tenni való. Hát, ha egyszer megérdekli majd valaki. Évkezdetek alkalmával némely ember elhatározásokhoz jut. És itt leghelyesebb, ha valaki azt mondja, hogy ezentúl azt teszem, amit eddig is tettem, de a ténylegesség értelmében. Mert sokféleképpen lehet tudni például. Nagyon kedvelem azt a mondását Gurdjieffnek, Uspenszkire vonatkoztató és speciális területre vonatkozóan, de úgy egészen globálisan is érvényes, tehát így szabadon idézem, ha ön tényleg tudná azt, amit tud, leborulva tisztelném azt. Nagyon figyelembe méltó. A tényleg tud rá azt, amit tud. Úgyhogy felül kell vizsgálni az embernek, hogy amit tud, azt milyen mélységben tudja. Mennyire tudja. Mennyire vált életének részévé. Vagy csupán a felcserélhetőségek világában bolyong éppen. Mert lehet. A felcserélhetőség. És tulajdonképpen ez a kritika, nem akárki. Nem volt akárki. És a tudásának volt mélysége. És mégis. Mert aki semmit sem tud, az érdektelen. Azon nincsenek olyasmi, hogy most ezt másképp kellene, mélyebben kellene, gondolkozzék el rajta, meg ilyesmi. Én akin ezt nem lehet mondani, de akin én lehet, ott merülnek fel a tényleges
megoldandó és nagyobb lesz meg is oldható problémák. Azok a problémák, amelyek egy hétséggel kapcsolatosak, azokkal kapcsolatban Jung, akit én egyébként nagyon kevésre becsülök, de ez a mondása jó, hogy ezeket nem lehet megoldani, ezeken túl lehet emelkedni. Azért szűnik meg a probléma, mert olyan pozícióban vagyok, és nem. Néha az elme intelligens gyatraságokat szokott produkálni. Például ilyeneket, hogy hát ha mi nem is vagyunk, én nem is vagyok, és kihúznak valamit egy konnektorból, és akkor én tudatom megszűnik. Hallottam ilyeneket. Voltak olyan szerzők, ugye nem ezt írtak, de nagyon erre hajlamosító dolgokat produkáltak. Például Stanislav Lem, aki valamikor nagyon olvas, én rendkívül negatív figurának tartom, és negatív gondolkodású valakinek. Vagy hogy ezt is hallottam, és amikor idézek valakit, ő még csak nem is a legrosszabbaktól idézek. Szóval például valaki azt mondta, hogy lehetne tudatot mesterségesen létrehozni. Nem kompjúterről van szó, tehát nem számológépről. Mert a számológépnek semmiféle tudata nincs. Mindegy, hogy a számológépek milyen okosak, mások szellemesen. A számológépek tulajdonképpen nagyon buták, csak nagyon gyorsak. A számológép nem okos és nem buta. A számológép az gép. Na de amiről itt szó van az, hogy tudatot, nem tudatot és tudatot mesterségesen létrehozni. Aki ezt mondta, egy szuperintelligens matematikus. Szerintem fogalma nincs arra, hogy mi az, hogy tudat. Fogalma nincs. Mert a halvány fogalma lenne, már ezt nem mondhatná ki. Nem tudja, hogy mi az, hogy tudat. Teljesen más. Tehát más, mint a gépeknek a... Amit én egyébként nem ítélek el. Egy számológépet arra, számoló vagy számítógépet arra használnak, amire használni kell, akkor az tulajdonképpen rendben. Rendben. Semmi baj nincs vele. Mikor az élet megszervezésére próbál meg felhasználni, arra alkalmatlan, és nem azt kell használni. Általában a gépekkel kapcsolatban. Ha nincs bennem semmi gép romboló, hanem. Csak egyszerűen megállapítom azt. De tudatot nem lehet mesterségesen létrehozni,
mert aki ezt állítja, nem nincs tisztában az, hogy mit jelent az, hogy tudat. És hogy hol van a tudat. Hol kell keresni? Ott? Nem. Én tudatomban kell keresni. Nem a helyzetben mindig valahol ott. A tudat az olyan dolog, de az én tudatom. Az a túl ott ragadom meg a tudatot. Meg hát, ha bele lehet vinni az én tudatot. Az én tudat nem olyan, amit bele lehet vinni. Az én tudat az én tudatom. Semmiféle más én tudat nincs. És semmiféle más tudat nincs, csak az én. Ez itt kezdődik a tudatra való rájövés. Mindig itt valami hívja. Szóval, amit a tudatot úgy lehet, a macska agyába beültetett elektródák, meg mit tudom én. És az a sok mindent nem tudunk a tudatról. A gondolkozást, ugye már a csimpánznál, és ezt meséltem már. Ja, szóval, általában a pszichológiai könyvek a gondolkozásról nem nagyon írnak. De mégis írnak, van egy ilyen, a gondolkozás. Így kezdődik az első mondata. Már a csimpánznál is megfigyelhetjük, félretettem. Nem az engem tulajdonképpen nagyon érdekel, hogy a csimpánzokkal mi van, csak nem akkor, amikor a gondolkozás mindenmértét akarjuk meghatározni. Akkor nem. Ugye egyébként meg igen. Mert érdekelnek a csimpánzok, szeretem a csimpánzokat, orangutánokat, gorillákat is nagyon szeretem, azokat is, akik ezzel foglalkoznak. De nem ilyen következtetéseket fognak le. Tehát tulajdonképpen a tudat mindig az én tudatom. Mindig innen kell kezdeni. Az akarat az olyan, hogy az akarat nem lebeg valahol. Az akarat az én akaratom. A gondolkozás az én gondolkozásom. Csak innen kezelhető, még téves feltevést is csak így lehet tenni. Téveset is. Úgy, ahogyan ezt csinálják, úgy semmi nem lehet. Tehát a gondolkodás az én gondolkodásom, az érzés az én érzésem, akarat az én akaratom, a tudat természetesen az én tudatom. Az, hogy az én énem, azt nem is kell mondani, mert már az egy káromkodás, amikor valakinek az énjéről beszélünk. Tulajdonképpen az egy káromlás. Káromkodás. Káromlás az, mikor a magasból alárántunk valamit. És ez az igazi, nem amikor a jó néni tiét ócsárolja valaki valakinek. Ez, amikor ilyet mond, hogy az ő énje, meg a... Ez egy káromlás. De egyáltalán, hogy valakinek a... Ha mindig a mást keresni. Egyébként a jelenkori kultúrára, például az úgynevezett filozófiai kultúrára teljes mértékben jellemző.
Te egyetemen, ha valakinek lenne egy új filozófiát kidolgozna, az kiröhögnek. Lehet, hogy joggal, lehet, hogy nem. De egyáltalán, aki mondjuk Heideggerről ír, az már komoly, de nem annyira, mint aki azokról ír, akik Heideggerről írnak. Ez komoly. Minél jobban eltávolodnak az eredeti problémától, az annál komolyabb az az ember. Aki a Heidegger kritikákat feldolgozza, az már nagyon komoly. És akik a Heidegger kritikákat feldolgozva, és egy másik is feldolgozva, akkor össze lehet hasonlítani, és egy ilyen összehasonlító kritika felmérésnek még komolyabb. És aki a macskák viselkedéséről ír, az komoly ember. De ha a macskák agyába elektródákat tesz, és arról ír, az még komolyabb. És ha feldolgozza valaki azt az irodalmat, ami a macskák agyába ültetett elektródákkal, az még ennél is komolyabb. Tehát, hogy egy ilyen sajátos eltávolodás mögött egy mélységes lelki elidegenedés is működik, ez az na rendkívüli értékben fokozza a komolyságát a jelenkori szemléletben. Tehát, hogy világértsen valamivel, valami ténylegességgel, hanem az nem komoly. Amely az már régóta, már hosszú évtizedek óta, tehát, hogy az olvasható szövegeket, aki olvasható szöveget ír, az nem lehet komoly. Csak aki olvashatatlan, az igazán, igen, az komoly ember, tudós. Hát egy kicsit is így olvasható, vagy szellemesség bele van víve. Annak idején a kortársak, például Nietzsét, aki mitologematikus dolgokkal foglalkozott, de filológusi és filozófusi szempontból. Hát nem tudom, Villámovic vagy ki mondta Nietzsét. De pedig még jó indulattal volt, hogy ez kedélyes korhelykedés. Hát nem egy tudományos, hanem kedélyes korhelykedés. Milyen jó pofon, ilyen marhaságokat így. Egyébként azt hozzátették, hogy persze görögül eléggé nem tud. Tud, de nem annyira. Ami ebből a szempontból most érdektelen, hogy mennyire tudod, mennyire nem. De pusztán azért, mert ő jól írt. És figyelemre méltóan írt. Már ez elég volt arra, hogy róla a vele különben nem is rossz viszonyban lévő tudós ezt írja. A szörnyű bűn az olvashatóság, szóval. Az, ami elolvasja, hogy mindenki elalszik rajta, az a tulajdonképpen az, hogy lauglalsz. Az nem megérdemli a figyelmet. Teljes mértékben. Örülök, hogy sokan itt vannak. Nem örülök, hogy nincsenek még többen. És akkor tovább megyünk. Elkészült a program,
de ez idő szerint még hozzáférhetetlen. Akkor ilyen módon hozzáférhet. Nekem sincs belőle. Köszönöm szépen, boldog új évet mindenkinek. Köszönöm.